Csak hisd, én ott leszek, ha baj van, megvédlek, ne félj, ne félj. Az a dolgom, hogy mindig segítsek, indulok, ha kérek, ne félj. Leszi. Öreg Dudley doktor. Jó napot! Támogatnák az új védett területet? Köszi! Szia! Segítenél megvédeni a park élő világát? Köszi! Jó napot! Segítenének megvédeni a park élő világát? Köszi! Ó, oh, köszönöm! Jó napot! Támogatnák, kérem, az új védett területet? Köszi! Hú, ez sokkal fárasztóbb, mint gondoltam. Ugye? És figyeld, Leszi nagyon megkönnyíti azért. Szia, támogatnád az új védett területet? Köszi! Végre, az utolsó szórólap, a többit már kiosztottuk. Igen, és a mi alatt Leszit érte? Itt jön a mai utolsó alanyunk. Kérlek, hadd én! Na nem, nem lehet, hadd én! Jó napot, uram! Hogy van? Nem érdekel! Kérem, te... De uram, ez az új természetvédelmi területről szól. Ez egy különleges menhely, ami megvédi a park élő világát. Ez egy nagyon jó ügy, uram. Jó ügy? Ez az egész egy nagy átverés. Jaj, ne! Nekem! Leszi, merre vagy? Jól van, uram? Igen, pláne, ha nem zavartatok volna meg. Szerencsére itt volt ez a kutya. Leszi, szerencsénk van, hogy itt van velünk. És tudja, hogyan köszönhetné meg neki, ha elvenné az utolsó szórólapunkat? Ahogyan azt mondtuk, egy jó ügy érdekében. Na, felejtsd el! Ez az egész egy nagy átverés. Nem bízok egyikben sem, de nem ám. Ha! Ki volt? Ez meg mi volt? Gratulálok, gyerekek! Most találkoztatok közösségünk legújabb tagjával, Dr. Dexter Dudley. Doktor? Miféle doktor? Ki tudja? Senki se tud róla igazán semmit. Csak öreg Dudley dokinak hívjuk. Még sosem találkoztam vele. 6 hónapja költözött ide. Egy picike kunyhóban lakik a park legszélén. És mindig ilyen... Bunkó? Volt ennél rosszabb. Másokkal ennél sokkal gorombább szokott lenni. Biztos kedveltiteket? Mint ahogyan az ismeretes, a környezetvédő szervezetünk elkötelezett, hogy megvédje a magánterületének számító természetes szépségét, amely körbeveszi ezt a parkot és megvédi az emberi fejlesztésektől. Sajnos minden erőfeszítésünket, hogy ezt a területet védett területté alakítsuk, megállították. Van egyetlen egy tulajdonos, aki nem akarja eladni a területét a folyó mentén, ami kulcsfontosságú, hogy el tudjuk kezdeni a munkálatokat. De ki lehet az? Mind jól tudjuk, kiről beszél. Az öreg ember az. Mi baja van ennek az embernek? Azt hiszik, hogy ez nem jó. És hogy veszélyes? Úgy hallottam, hogy körbevette a területét mindenféle csapdákkal. Valakinek tennie kéne valamit. Jól van, ne kergessük magunkat őrületbe mindenféle pletyka miatt. Dudley doki tényleg nagyon fura, de ez nem ütközik törvénybe. Tényleg nem nagyon barátságos, de egy törvény sem mondja, hogy annak kell lennie. Igaz, de ez a magányos fura bogár útjában áll mindannak, amiért eddig olyan keményen dolgoztunk. Igen. De az Dudley doki földje, és ő dönti el, hogy el akarja-e adni vagy sem.
Lehet, hogy nem tetszik, de más nem tehetünk. Egy védelmi terület? Jól hangzik. Nagyon is. Bármit is jelent. Hát nem érted? Ez egy menedék, amit azért állítanak fel, hogy megvédjék a helyi vadállatok élőhelyét a parkot körülvevő területen. Ó, igen. De velünk mi lesz? Ki védi meg a mi természetes élőhelyünk táplálékforrását és területét? Miféle élőhelyet? A csűrt, mi mást? Nem tudom. Szerintem ez nem ide tartozik. Miért? Mi is megcsinálhatnánk egy védett vadállatmenedékké. Tudod, nagy tévékkel, vízzel, meg holnap ilyenekkel. Holnap megpróbálok vele beszélni. Ha? Köszönöm, hogy eljött. Jaj! Na, apa? Dudley nem volt otthon. Nem volt időm megvárni. Később megpróbálom. Mindenki hónapokon át önkénteskedett, hogy előkészítsük ezt a területet. Igen! Nem ér, hogy egy fura öregember az útjába áll az egésznek. Lehet, hogy csak nem érti, mennyire fontos ez az egész. Talán, ha beszélünk vele szemtől szembe és elmagyaráznánk neki, akkor lehet, megbeszélhetnénk vele. A tegnapi találkozásunkat elnézve, nincs bizonyítékra, hogy vele bármit is meg lehetne beszélni. Igaz, de kedvelte Lassie-t. Igaz, kislány? Gyere, Harvey, legalább próbáljuk meg. Itt maradhatsz, ha szeretnél. Veled vagy nélküled, de elmegyek. Egy nap, ígérem, itt fogok maradni, és végignézem, ahogy egyedül megoldod. Ígérem, egy nap így lesz. Talán, de nem ma. Azta, most már értem, hogy Dudley Doki telke miért olyan fontos. Ez az egyetlen magánterület, ami elér a folyótól a helyi autópályáig. Igen, nélküle nem tudjuk összekötni a többi telket, hogy egy egységes területet alkossanak. Ó, nem igazán vár minket tárt karokkal, igaz? Biztosan végig akarod ezt csinálni. Még visszafordulhatunk. Mégis miért? Nem csinálunk semmi rosszat. Mi csak barátságosan meglátogatjuk az új szomszédunkat. Különben is én nem félek tőle. Új szomszéd? 6 hónap után? Mi az, Lassie? Jaj, ne! Csapdák! Jaj, ne! A plegyka igaz volt! Fúj, Zoé, fuss az életedért! Jaj, Lassie! Harvey! Harvey! Harvey, te meg mit csinálsz? Nyugi, srácok! Semmi baj! Ezek nem csapdák! Akkor mik ezek? Szélkerekek! Szélkerekek? Nem úgy néznek ki! Ezen az egész réten nagyon jól lehet termelni szél és napenergiát, tiszta áramot. Ez egy teljesen új szint. Bárki is tervezte, az egy... Jenny? Ha? Ó, még szép, hogy az vagyok! Ó, szia, Lassie! Nyilván nem érthetitek, de ezek a szélkerekek érzékelik az időjárást, és csak akkor jönnek elő, amikor a legjobban tudnak áramot termelni, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a helyi madarakat. Ez nagyszerű. Hát még szép, hogy az. Én magam terveztem. És bemutatom brilliáns találmányomat, ez itt Zip. Arra terveztem, hogy körbejárja a területet, és fenntartsa a hely ökoszisztémáját. Elnézést, kisasszony, de lehet, hogy az apukájának új szakmát kéne keresnie. Ugyanis a Zip robotjaim nem sokára átveszik a vadőrök teljes munkakörét. Ha? Ne, a nadrágom! Megint. Köszönjük a figyelmeztetést, Doki, de azt hiszem, apukám még biztonságban van. Legalábbis még egy ideig. Ez nem vicces. Tudjátok meg, hogy a Zip robot technológiája sokkal... sokkal... Azt hiszem, el kell ismernem, a Zipre ráfér még jó pár próba. Jaj, nekem! Szerintem nem nevettem ennyit kölyök korom óta. Mit szólnátok egy körúthoz a műhelyemben? Gyertek, csak utánam! Tudni, hogy annak az igazgatónak az irodájában megtudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a pajta egy védett hely legyen. Erre, srácok, szerintem erre van a szobája.
Gyere velem. Pár fickóval találkozik. Igen, jó nagy, gonosz fickókkal. Meglátogatjuk ezt az öreg embert. Így vagy úgy, de eladja nekünk a földjét. Értve vagyok? Igen. És mégis hogy érjük el? Elbeszélgetünk vele egy kicsit szavak nélkül. De aláírás lesz a vége. Fontos kell nekünk. Mi az? Nem tudom, de fontosnak és hivatalosnak tűnik. A papír már a táskában van. Na nyomás. Kell az a táska. Gyertek! Nézd, ott van! És itt van a táska is. Gyertek! Tudtam, hogy amit őről mondanak, az nem igaz. Miért? Mit mondanak rólam? Nos, hát csak azt, hogy néha ön olyan bunkó és fura és kellemetlen. Ne vegye magára. Nem is vettem. Nem tudok mit mondani rá. Ez így van. Igen, de ugyanakkor vicces, érdekes és okos is. Több, mint okos. A találmányai mind egyszerre segítik és megőrzik a környezetet. Jó, hogy észrevettétek. Az egész életemet ennek szenteltem. Pontosan ezért hagytam ott a munkámat a rakéta gyárban. És ide költöztem. Örülök, hogy így döntött. Hát én is. Miért nem adja el a telkét, hogy segítse a védett területet? Miért nem hisz nekem senki? Megmondtam! Jaj, ne! Már harmadszorra ebben a hónapban. Leslie! Hey! Asta! Ezt a kutyát klónozni kéne! Csak egy biztonsági kód kellene bele, ami megtiltja a robot vízágyúinak, hogy locsoljanak, amikor bent van. Hogy ez miért nem jutott eszembe? Te is a tudomány embere vagy, mint én! Ha ön a tudomány embere, akkor miért mondja, hogy a védett terület kamu? Nincs bizonyítéka. Igen, és hogy van? Azt gondolod, hogy nincs ki mind a négy kerekem? Várj, ne válaszolj. Ezt ajánlották nekem, ha eladom a telkemet. Na de itt lent, az apró betűknél az áll, hogy a vevő végül megkap minden jogot a vízhez, az ásványokhoz és a fejlesztésekhez. Mi baj van azzal? Ha az a természetvédő egyesület annyira meg akarja védeni, akkor miért van joguk szétrombolni azt? Szétrombolni? Gyertek velem! Ezeket a rudakat egy geológus felmérő csoport tette ide 6 hónapja. De hát szoktak ilyet csinálni. Ha a telkemen lévő rudakat összekötjük, akkor egy olyan formát kapunk, ami tökéletes egy vízkezelő létesítményhez. Biztos ebben? Igaza van, Zoé, nézd! Ugyanolyan formájú. Ez az egész védett terület csak egy álca. Csak el akarják adni a völgy vizét. Igaza volt. Mindenben. De miért nem mondta el senkinek? Én próbáltam. Mindenkit próbáltam figyelmeztetni. Titeket is akartalak, amikor azt a szórólapot odaadtátok. De ti sem hallgattatok meg. Hé! Hey! Nem. Nem a ti hibátok. Az enyém. Magamnak való vagyok. Nem jövök ki az emberekkel, és olyan vagyok, mint egy halandzsázó őrült. Persze, hogy senki sem fog meghallgatni. Ne aggódjon, Doki. Igen, mi meghallgatjuk. Ha? Mi ez? Gyorsan, menjetek be! Hé! Hey! Az nem a természetvédő csoport igazgatója. Helyes! Magyarázattal tartozik! Ne olyan hevesen, kisasszony! Nézd, kik jöttek vele!
Igaza van, Zoe. Azok a fickók nem magyarázkodni jöttek. Nem, a földemért jöttek. És nem fognak békén hagyni, amíg meg nem kapják. Mr. Dudley! Dudley, Doki! Jöjjön ki, beszélnünk kell. Ne aggódjatok, kimegyek és beszélek ezekkel az emberekkel. És amikor kimegyek, kövessétek Lassit és menjetek haza. Esélytelen. Nem fogjuk itt hagyni. Hát akkor én hagylak itt titeket. Na, menjetek el innen, gyerekek. Amíg lehet. Mr. Dudley! Ne aggódjatok, értem. Csak menjetek biztonságos helyre, amilyen hamar csak lehet. Megint maguk? Hányszor kell még elmagyaráznom maguknak? A telkem nem eladó! Nagy kár. Mert én és ezek a fiúk addig nem megyünk el, amíg alá nem írja a szerződést. Arra várhat. Igazán? Mert nagy kár lenne, ha a szép kis műhelyét valamiféle kisebb fajta baleset érni. Maradjon távol a találmányaimtól! Csinálnunk kell valamit, hívjunk segítséget! Nem, Harvey, nem hagyhatjuk csak így itt. Igazad van, nem hagyhatjuk, de segítség kell. Gyerünk, Doki, ez az utolsó esélye. Menj és fuss, amilyen gyorsan csak tudsz. Hívd ide apámat. Nekem? Hát nem érted, Harvey. Így tudunk harcolni. Szuper ötlet, Lassie. Igen, tényleg nagyon jó ötlet. Valami baj van a hallásával? Mondtam, soha! Zsebén, ilyentén, Lunká, Verboten! Önnyugodjunk meg, emberek! Tartsunk egy kis szünetet, nek egy kávét! Tejjel? Cukor nélkül? Ha? Ez meg micsoda? Igen. Ha? Ó, csak az egyik kisebb találmányom. Ha? Ó! Hé! Segítsen, Lágom! Állítson! Igen? Szerintem az az öreg ember lehetne kedvesebb. Lehet megváltozik, amint megismeri. Nem akarom megismerni, úgyhogy ez sose fog megtörténni. Mi az, Lassie? Hol van Zoe? Elnézést, Mrs. Lee. Elégszer láttam, amikor Lassie ezt csinálja, és tudom, hogy ilyenkor kérdés nélkül csak követni kell őt. Ebben az esetben csatlakozom. Mi ez az izé? Csak egy a sok brilliáns találmányaim közül. Lassie! Pont időben érkeztél. Mi folyik itt? Gyerekek? De mit keresnek ők itt? Rendben, dobjátok ide, majd én elkapom. Srácok, ti mit csináltok? Kék, mi? Semmit, semmit a világon, semmit. Nem próbáltuk ellopni azt a táskát. A táska azoké a fickóké. Apa, figyelj, Dudley Doki nem őrült. El akarták lopni a völgyvizét ezzel az álvédett területtel. Ez nevetséges. Nem hihetnek egy olyan őrült öreg embernek, mint Dudley Doki. Semmi bizonyítéka nincs. Ez meg mi? Szerintem ez a bizonyíték mindent megmagyaráz.
Ezeket a dokumentumokat elnézve önnek igaza van. Attól tartok, őrizetbe kell vegyem önöket. Érthető. De előbb kapjon el, Mickey! Apa! Megszöknek! Lesz jelöl, nem lesz könnyű. Fuss, Leszi, gyorsan! Most mi legyen? Mi van ezzel a helyen? Lássuk csak. Hol is tartottunk? Ó, igen. Letartóztatom. Jó kislány. Jó estét, Mrs. Lee. Jó estét, Dr. Dudley. Ó. Tévedtem önnel kapcsolatban. Mindannyian. Én akartam először mondani, hogy üdv nálunk. Örülünk, hogy a közösségünk része lett. Ha bármire, bármire is szüksége lenne tőlünk, csak szóljon. Köszönöm, de már is segítettek nekem. Igen. Ez a két gyerek és a kutya olyat adtak nekem, amit azt hittem elveszítettem. Igazi barátságot. Tudja mit? Szerintem jól be fog illeszkedni közénk, Dr. Dudley. Még egy dolog, Mrs. Lee. Hívjon csak Dokinak. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült.